Kislányomat 2022. december 1-én kellett elvinnem egy felülvizsgálatra, mivel a tanárnő azt észlelte, hogy matematikából nagyon gyenge. Én nem tartottam ezt szükségesnek, de a tanár szükségesnek látta. Végig ilyen 2 óra hossza volt, a kislány csak 10 perc engedték ki, még elment mosdóba, ebédelt, ivott is. Feszengett a kislány, láttam rajta, mivel nem vagyok a közelébe. Engem ugye nem engedtek be, mert azt mondták, hogy ők szeretnék csak megnézni, hogy produkál nélkülem. Diagnózist azt nem kaptam. Azt mondták, hogy majd a tanárnő mindent el fog nekem mondani. Hát a tanárnőtől nem sok mindent tudtam meg, csak ugye azt hajtotta végig, hogy a kislány nekem matekból gyenge. Heti 2 órát kell neki igénybe venni, azt mondták, hogy külön tanárok fogják őt tanítani. De nem kaptak, mivel az iskola azt mondta, hogy erre nincs olyan szakember náluk. Így az osztályfőnöke tanítsa őtet, de nem minden alkalommal. Ebben az évben még egyáltalán nem is kapott a kislány fejlesztést. Úgy én úgy veszem észre, hogy igen, szüksége van neki arra, hogy matekból korepetálják őtet, de viszont ilyen helyre nem kellene őtet elvinni, csak annyi, hogy kicsit fel kéne neki zárkózni, oda kéne neki a gyerekekre figyelnie. Aki gyengébb, annak jobban elmagyarázni, hogy mit hogy kellene. Az úti költségről én nem tudtam semmit, hogy én azt kérhetem, azt nem is kaptam egyáltalán. Se felvilágosítás, se az, hogy most nekem kifizetik azt, hogy én egy kislányommal elmentem. A kislány matekból csak fejlesztés, de viszont van, amikor kiveszik őtet az óráról, hogy akkor tartanak neki fejlesztést, de viszont akkor se rendes fejlesztést kap, hanem így informatika terembe viszik őtet be, és számítógépen ez az okos doboz, meg ilyenekkel játszik a kislány, vagy rajzoltassák őtet. Az iskolában tudok arról is, hogy többen vannak ilyen gyerekek, de viszont a szülők nem mernek nyilatkozni, mivel félnek, hogy a gyereküket kiközösítik, vagy akár a tanár nem úgy fog vele bánni. Most is vinnem kell majd őt ebbe az évbe december 1-én, de viszont már most, mivel tudom azt, hogy bemehetek vele, szeretnék vele ott lenni minden egyes vizsgálaton.